tervek szerint 4,5 méter magas lesz, vagyis nem csak a tervek szerint, hanem annyi lesz, akkora lesz. És azért oroszlán, mert ezt kérték tőlem, hogy készítsek egy oroszlánt, mert hogy az oroszlán az állítólag az Esztergomnak az egyik címerállata, és ez egy óriási oroszlán fogja tartani az Esztergom címerét egy ilyen ülő pozícióban. Tegnap kezdtük a szobor építését, ezt egy két nap zsaluzás, tehát amit most láttok itt a háttérben, az az, hogy ledöngöljük a homokot. Ez körülbelül jó két napot vesz igénybe, ahogy mondtam, és ezután fog jönni a faragása, maga a faragás, ami egy 10 napot minimum igénybe fog venni. Szépen fölülről bontom le a zsaluanyagot, és akkor úgy faragom ki a szobrot. Szobrásznak tanultam, ugye szobrászként végeztem, és akkor az életem folyamán elsodródtam Portugáliába, és ott csöppentem bele így a homokszobrászatba, és azóta művelem, mert így megtetszett. Ekkora méretű szobrot, egy 4,5 méteres figurát nagyon nehéz lenne bármilyen más anyagból ennyi idő alatt kifaragni. És nehézség az ugye az, hogy oda kell figyelni, hogy milyen paramétereket dolgozunk ki, hogy egybe maradjon a szobor, ugye, mert csak homokból van, tehát ez igen könnyedén összedőlhet. Harmadik Béla uralkodása óta ugye a Várhegyen épített várkápolnában ez az oroszlán motívum megjelenik, és egyébként napjainkban is a Széchenyi téren gyönyörködhetünk benne. És ugye május 1-én lesz az a nap, amikor hivatalosan is megyei jogú várossá válik Esztergom, ami azt gondolom, hogy egy régi adóssága a város felé a történelemnek. Közel 50 köbméter homokot használ fel a művész úr ahhoz, hogy megcsinálja ezt az alkotást. Én azt gondolom, hogy ennek van egy szimbolikája is, hogy az oroszlán Esztergom címerével jelenik meg ezen az alkotáson, ugyanis utal Esztergom erejére harmadik Béla királyunk óta, és ez méltó módja lesz annak, hogy az esztergomi is, és ide látogató turisták is gyönyörködhessenek benne. Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk rá, és őrizzük meg minél hosszabb ideig.